A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta köszönti a hallgatókat, Török Nóra kolléganője nevében is, és köszöntöm a stúdió vendégét, Ács Gyulát, névzenetanárt, zeneszerzőt, karmestert. Még sok titulust hozzátehetek, és fogok is majd a beszélgetés folyamán, de először megköszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kis kezét csókolom, tengermély tiszteletem, üdvözlöm a hallgatókat. Nagy örömmel jöttem, én szívesen beszélek a hivatásomról. Nem olyan régen még rendszeresen járt ide be a kórház területére, ugye, amikor még itt oktatta a zenét? Így van, ide került a mi felújítás során a zenészeti szakközépiskola, ebben nem tudom milyen, az egészségügyi szakközépiskola épülete volt, és az üresen állt éppen, és oda kerültünk. Tehát 5 évig ide jártam dolgozni. A gyerekek úgy hívták a mentőt, hogy iskolabusz. Jó volt ide járni, úgyhogy nem az egészségét kellett az embernek helyrehozni, hanem a zene világába bevezetni a gyerekeket, gondolom. Igen. Hát furcsa érzés volt, de hát meg lehetett szokni. Kedves Ács Gyula, beszéljünk egy kicsit a zene iránti elköteleződéséről, amit sikerült az egész családján belül is magas színvonalon elterjeszteni, meg hát az ön által tanított és most majd a jövőben is tanítandó gyerekek körében. Tehát ez a legszebb hivatás, amire vállalkozott, miközben gyakorolja, hiszen legutoljára éppen a Művészetek Házának a színpadán dirigálta a Pereszesi Bányász fúvós zenekart, koncertfúvós zenekart. Így van, én nagyon szerencsés ember vagyok, én életemben nem dolgoztam egy percet sem. Hogy érti ezt? Úgy, hogy én, nekem a szenvedélyem, amit csinálok, és nekem nem tűnik munkának. Az egy nagyon szerencsés dolog az ember életében, kétségtelen. Én nagyon szerencsés ember vagyok. Valóban, én a helyettes karmester vagyok a Bányász zenekarnál, ugye a Lendvai Péter kiváló kollégám mellett, és ugye én ezeken az éves koncerteken mindig dirigálok egyet, kettőt, hármat. Valóban ez volt a legutolsó, de hát nagyon sok koncertünk volt, és lesz is a jövőben, tehát majd mindig értesítem a tisztelt közönséget, hogy lehet jönni meghallgatni. Ugye van nekem a Sereg János ifjúsági koncertfúvó zenekar, ugye most vettük fel a Sereg tanár úrnak, szegény drága barátomnak, mentoromnak a nevét, mert nem engedélyezte, amikor még élt, és hát sajnos már nincs köztünk, és így felvehettük a nevét, úgyhogy azzal lesz hamarosan egy hangversenyünk, amire majd mindenkit hívok, mert nagyszerű koncert lesz az is. Ha már zenekart említett, ugye nagyon sokan ismerik önt úgy is, mint a Cemende zenekar egykori humoros előadó művésze, mert ott minden tag állandóan a humor jegyében, vagy legalábbis jellemző volt rá. Egyébként, ha valaki önt ismeri, akkor ez a szó oda tapad egyéb Ács Gyula nevéhez. De hát, ha az ember manapság az a szokása, találkozik valakivel, és úgymond felkészül, és rámegy az internetre, akkor nézi, hogy na, ki lesz a vendég. Hát amikor Ács Gyulát megpróbáltam kikurkászni a múltját, akkor ugye felugrott rögtön a videók között a Fonó Budai Zeneház produkcióban tartott produkció, vagy a Miskolci szimfonikusoknál a színfog, sorolhatnám még tovább, de nem én akarok beszélni. Mindebből arra lehet következtetni, meg abból, hogy népzenetanár, hogy nagyon-nagyon közel áll a fog önhöz, ugye? Abszolút, tehát én olyan vagyok, mint, tehát velem se lehet barkópázni ugyanúgy, mint József Attilával, mert ugye József Attila mindig a mamára gondolt, én meg mindig a folklórra gondolok, tehát hogyha nekem a szimfonikus zenekar is, amikor felkért, akkor kikötötték, hogy tehát, hogy készítsek egy szimfonikus zenekari művet, és akkor megemlítették, hogy lehetőleg folklór ihletésűt. És hát, de nekem nem is oly természetes volt, ugye? Úgyhogy a Gyimesi Táncvit így készült el, ami a színfolk lemezre felkerült. Ez tavaly jelent meg, tavaly karácsonyra ez a lemez. És hát az a másik, ami a Fonó, a Budai Fonóházban volt koncert, az is egy lemezbemutató koncert volt, az pedig a Szép Fehér Pekulár című lemeznek a bemutató koncertje volt, és hát ez pedig 2 éve jelent meg, ha jól emlékszem, és mind a kettőnek a kiadója a Fonó Records. Majd mindjárt hallgatunk is belőlük részleteket, igen, de előtte még azért legyen a szó, vagy az idő a prózáé, mert szeretném megtudni, azt tudjuk, hogy
soha nem dolgozott, mert azt csinálja, amit szeret. De mikortól mélyült el önben, vagy mikortól ragadt be, mint a bogáncs, ha ne haragudjon nem, meg ezért a hasonlatért, a zene iránti elköteleződés is a szeretet. Én vazsári proli gyerek vagyok, tehát a Glottnadrágban dorkóba rohangászó, szurtos képű. A Glottnadrágot értem, de a másikat nem. A dorkó az a tornacipő, az a, az a, nem az egész tornacipő, hanem a fél. A fehér, az az régi a fehér. Az enyém barna volt, illetve fekete a retektől. Tehát én a Vasgyárban nőttem fel, édesanyám munkabeíró volt az LKM-ben, édesapám pedig eszteriás művezető. Volt közük a zenéhez? Természetesen édesapám alapító tagja volt a Vasas Fúvó zenekarnak, az öccsével együtt, az öccse fúvolázott, aki egyébként festőművész lett. Nemrég halt meg Jóci bácsi. És édesapám pedig tenoros volt, tehát nem tenorista, nem énekelt, hanem egy tenor kürtön játszott. És ugye Lajos bácsi, aki ezen a bizonyos ominózus legutóbbi koncerten is ott ült és játszott, büszkén mondta, hogy ő minden áccsal játszott már, mert hogy ő az abban a zenekarban is játszott, amiben apám tenor kürtözött, aztán abban is, amiben én klarinétoztam, és aztán abban, ebben is, amiben a fiam klarinétozik, és én néha vezénylem. Ez egy óriási dolog egyébként, nem mindig öröklődik a, sem a hajlam, sem a kurázsi, de hát ez egy nagyszerű igen. dolog, hogy nemzedékről nemzedék lesz, mert gyorsan hozzáteszem, hogy az ön három gyereke, akikről majd beszélgetünk még, úgy szintén viszi tovább, tehát a nemzedék örökítés az megvan. Hát van, akinek a vajling esik a fejére a konyhába, van, akinek a kottatartó, úgyhogy én hiába szerettem volna, hogy ne legyenek zenészek. Ez nem sikerült. Ezt komolyan mondja? Persze, nem miért akartam. Miért szerette volna, hogy ne legyen? Mert nagyon-nagyon sok gyakorlás és lemondásra járó tevékenység ez. És én azt terveztem, hogy gázszerelő lesz a gyerek, az egyik legalább. Mert rossz volt a kazán? Elromlott a cirkogejzét, kijött a szerelő, nem indult el. És akkor kérdezte, hogy egész nyáron nem ment, mondom, hát természetesen nem. Oda ment, bekapcsolta a termosztátot, a keringetőszivattyút, ráütött a csavarkulccsal a csőre, és elindult a rendszer, és az közölte, hogy 5000 forint, és elkerekedhetett a szemem, mert hozzá is tette, hogy tudtam hova kell ütni. Hát ez igaz. Hát ettől jobb munkát én nem is kívánhatnék a gyereknek. De aztán szerencsére nem ebbe az irányba mentem. Nem, egyik se lett gázszerelő. Ebbe egyébként a felesége Király Erzsébet, aki hegedűs, hegedű művész, és egyetértett, hogy ne legyenek a gyerekek a mi nyomdokaink halad követői, vagy a mi hivatásunk. Ugye az hivatásszót azért azt mondhatom? Abszolút, igen. Tehát egyfajta exaltált elhatározottságra szükség van, hogy az ember... bemászon ennyi gyerek közé. Vagy fordítva. Vagy fordítva, hát igen. Ami a lényeg, hogy soha nem így gondoltuk ezt, azt biztosan tudtuk, hogy zenét kell tanulniuk, mert ez hozzátartozik az egészséges mentálhigiénéhez, hogy a zenével kommunikálunk. Meg hát rengeteg dolgot, tehát ha elmondanám, hogy mi mindent kap az ember a zenétől, főleg, hogyha időben, tehát kisgyerekkorban elkezdik képezni erre, akkor visítva rohanna az összes szülő a legközelebbi zeneiskolába, és azonnal beiratná a gyerekét, mert az agyban olyan szinapszisok kapcsolódnak össze, amik egyébként nem. Tehát egy zeneiskolás gyerek, vagy zenével foglalkozó gyermek sokkal ügyesebb. Asszociatívabb. Így van, és kommunikatívabb. Visszatérek egy kicsit a Színfolk 2018-ban megjelent lemezre, mert azt mondtam, hogy demonstráljuk majd zenével mindazt, amiről igen. beszélgetünk. Hát hallgassunk ebből, ugye? Most egy kis részletet, nem ebből? Ezt majd a végén ezt fogjuk a végén hallani. Fogjuk. A Magyar Dal napján vettük fel ezt a Magyar Dalt, az a címe, hogy Szép Fehér Pekulár, ez az előző lemez címadó dala. Török Tillácska énekel, aki egy fantasztikus tehetségű énekművésznő, folklór énekes természetesen, és ez egy Csángó balada. Én azóta is azt tervezem, hogy én ezt el fogom küldeni, ez a Magyar Dal napján, hogyha van ilyen, be kell küld be a dalod című, hogy én ezt elküldöm, hogy ez egy magyar dal, de félek, hogy nem jutna el még a selejtezőkig se, viszont én hittel vallom, hogy ez gyönyörű, és hát remélem most meg is tudjuk mutatni. Csillagpont Rádió.
eladod nékünk ezer báránykádat, ezer báránykádat, néztelen sok juhod. Nem adom, nem adom, nem eladni való, hanem adom. Ha fejem veszitek, te messetek ingem, te messetek ingem, tellem kapujába, te messetek ingem, tellem kapujába. Jó reggelt, Borsod! FM 103, Csillagpont Rádió. Említettem már, hogy Ács Gyulának a felesége Király Erzsébet hegedűművész, és azt is mondtam, hogy három gyerek van, és generációról generációra sikerült megörökíteni a zene iránti alázatot, tiszteletet, és nem utolsó sorban a zene művelésének a kurázsiát. Ez nagy dolog. Ugye van önöknek Gyula nevezetű fiúk, minden életem, hogy a papa nevét viszi igen, tovább. Igen, ez egy sok száz éves hagyomány nála. Ő klarinétozik, ugye? Igen. És Máté fiúk, ő ütőtanár Barcikán, ő a konziban van az elsőszülött fiú. Igen, ott tanít a kollégám. Máté fiú pedig ütőtanár Kazinc Barcikán, és van egy Anna lányuk, ő pedig a Magyar Zenetudományi Zeneakadémiában, oborszakon. Mint egy bizonyítékául annak, hogy mindenkinek van valamilyen hangszere a családban. Egyébként ön azt mondta az imént, hogy néha dirigálja a Bányász Koncert fúvós zenekart is, és a dirigáló szóról eszembe jutott, hogy ott, ahol öt zenész van egy familián belül, ott ki dirigál? Hát a feleségem. Tehát én akkora papucs vagyok, mint ide Jemen. Mindig enyém az utolsó szó, ugye? Igen, drágám. Ez nagyon kedves dolog. És a gyerekek, akik most már felnőttek egyébként? Hát ők, hát ugye szerte szét vannak, Gyula Debrecenben lakik, és családos már? Én még nem vette feleségül Miss Informatikát, de tervezik. Informatika? Igen, informatikus. Tehát informatikai mérnök lesz egy kaputójás a családban? Igen, igen. És akkor Debrecenben laknak most, és akkor két helyre jár, Miskolcra jár ugye ide a konziba tanítani, illetve Püspökladányba a klarinét tanárbácsi. Mátéka Kazinc Barcikán tanít, és kisegít a Miskolci Szimfonikustól a Kassai Szimfonikusokig mindenkit. De játszik volt, zenekarban. Hát hogyne, sőt, hát volt ilyen kis családi zenekar is volt. Anna pedig ugye fenn van az akadémián tanul, most jött haza Németországból, Detmoldból, ott volt egy fél évig Erasmusszal, és most fog diplomázni, tehát ezt a bachelor diplomát fogja csinálni. Milyen az Ács család élete, vagy milyen volt, inkább most már úgy fogalmazok, mert ugye kirepültek a gyerekek, és a papa, mama, bár gondolom nem mindig ketten vannak, mert hazajönnek hétvégén, vagy hazajönnek igen, hétvégén. Igen, persze. De akkor, amikor még itt voltak együtt öten, hát öt zenész ember, köztudott, hogy a zenész ember érzékeny ember, meg érzékenyítve is van, meg hát zeneszerző is, ugye? A gyerekek közül van, aki szerez zenét? Van, de Gyuszika ugye csellóval kezdett, és cselló darabokat írt. Máté most csinált egy a növendékeinek rendszeresen szokott darabot írni, a kazinbasszikai növendékeinek dallamjátszó hangszere, illetve most csinált egy sorozatot, a zene evolúciója, ez a címe, és egy fantasztikus, tényleg elhoztam megmutatni, és két helyen kellett csak belenyúlnom. Nagyon-nagyon ügyesen rakja össze, és a Gregoriántól egészen napjainkig fog haladni ez az út. Most félúton jár, tehát a romantika elején tart a zenéjével, és ütőhangszerekre hangszereli, fantasztikus. Tehát jönnek a papához egyébként egy áborításért, vagy véleményed? Igen, és hogy megtetszene nézni édesapám, vagy... Jól hallom, tessék, Erik? Így van, így van. Hát ez egy ilyen fejlővésem volt nekem, hogy ugye a feleségem tegezte a szüleit, én viszont tessékeltem a szüleimet, és én nekem volt egy kérésem, hogy minket a gyerekeink tessékeljenek, és hát ez idegenül hangzott az én feleségemnek, de mostanra ő a legnagyobb fannya ennek a dolognak, ugyanis az történt, hogy
hogy beleegyezett természetesen, és így neveltük őket. Ők számukra is ez természetes, hogy édesapám tessék így, vagy édesanyám tessék így, tessék úgy. És nekem ez a fajta, hát nem is tudom, nem is tudtam elmagyarázni, úgy szoktam mondani, hogy az nagyon gyorsan kiszalad az ember száján, hogy anya hülye vagy. De az, hogy édesanyám, olyan hülye tetszik lenni, ezt nagyon átgondolja az ember, mielőtt kimondaná. Ez így igaz, de gondolom nem azt akarja ezzel mondani, hogy ha valaki pertúban van a szüleivel, akkor az a tiszteletet nem, nem, nem. Hogy is mondjam, ez egy ilyen beépített... automatizmus? Beépített régi módi... Igen, hát régen az biztos, anyáink, igen. Nagyanyáink ott... Hát szó, én nagyapámnak szó szerint kezdett csókolt. Tehát az, igen, hogy kezdett hát csókolt a nagypapa, igen. Az azt jelentette, hogy valóban. Igen. Tehát ez egy ilyen polgári csökevény, bár én melós gyerek vagyok, nem tudom, hogy hogy került ez ide. Így van. És kész, és jó, hogy így van. Visszatérve azt, az iránt érdeklődtem volna, hogy az érzékeny lelkületű tagok, akkor, amikor zenét próbál az ember, vagy készül, akkor ott mindenféle hang van, hangzavar van, ha úgy tetszik. Aztán egy nagyszerű pillanatban kialakul a harmónia. Na most ez az Ács családban, ez hogy történt? Hát más hangszereken? Volt családi zenekar, tehát az alapítványi koncerten mi rendszeresen családi zenekarként léptünk fel. Ugye a feleségem kiválóan hegedül folklort is, és fantasztikusan énekel folklort. Volt, hogy őt kísértük, mint folklor énekest. Anna gitározott, Gyula bőgőzött, ugye ő csellunk kezdett, és a bőgő nem volt olyan nagy átlényegülés. Mátéka ugye kahunon játszott, én pedig mindenféle fúvós hangszeren. Erzsike pedig hegedűn is énekelt. Hát mindenki kiesett a cipőjéből, mert azért ezt nem gondolták volna, de játszottunk már ilyen családi zenekarban klasszikus zenét is, tehát én gyorsan a meglévő hangszereinkre, tehát amin játszunk, azokra szétírtam egy-két ilyen klasszikus zenei slágert, és hangszerbemutatókon, például Látszacsékén, az egy, hát az nem a közelben van, tehát ez egy ilyen nagyon hátrányos falu, és ott mi felkértek minket, és mi egy hangszerbemutatós műsort csináltunk. Egy órás koncert volt, ahol végig izgalmasan és hitem szerint színesen mutattuk be a klasszikus zenét és a ehhez tartozó hangszereket. Apropó, hogy szokott zenét szerezni? Ihellésére gondolok. Elmegy, lát valamit, hal valamit, megérinti valami? A zeneszerző tulajdonképpen hát nem is tudom, olyan, mint a bor. A bor mindent magába szív, ami a környezetében van. Ha ügyesen kóstolja az ember, akkor megérzi a ribizlit, a kakukkfüvet, a fűszereket benne. A fűszereket benne. A zeneszerző mindent összeszed, ami a környezetében van, és szintetizálja, de ha az ihletésről annyit csak, hogy én 11 éves koromban jöttem rá, hogy az emberek nagy százaléka nem hallja a zenét állandóan. Hogy nem hallja állandóan? Tehát nem megy a fejébe a zene folyamatosan. Ja, hogy szól a zene, de nem jut el, nekem, úgy gondolja? Nekem mindig szól. És én azt hittem, hogy mindenki így van, hogy mindig szól, és csak bele kell lapozni. Nem. De ez egy ilyen születési rendellenesség. Tehát nekem most is megy a fejembe körbe-körbe. Megosztja velünk? A dallamot? Igen. Ebből aztán lesz majd később valami? Lehet. Lehet. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velünk, hogy megosztotta gondolatait Ács Gyula, és most arra kérem, hogy azt a zenét, amit én rosszul próbáltam bekonferálni ezelőtt 10 perccel, ugye azt fogjuk hallani. Igen, most. Igen, a Gyimesi Táncvidből fogunk hallani a Csángó Express című részt. Köszönöm szépen. Csillag.rádió.